Csupán a gitáratársa a színpadon Dóci Henriettának, a főállású édesanya régi vágyait igyekszik azzal valóra váltani, hogy önálló esteket tart, szaval és gitározik. Műsorával az elmúlt év végén Nagykaposon is Királyhelmecen mutatkozott be nagy sikerrel. Most pedig magyarországi fellépésekre készül. De hogy honnan fakad a hangszer iránti szeretete, arról ő maga beszélt. A nővérem kezdett el gitározni, én még akkor kis óvodás voltam, de előszeretettel pengedgettem a gitárját, és ő tanítgatott engem egészen addig, amíg sikerült beiratkoznom a zeneiskolába, és ott kezdtem el. Ez Abonyban volt, Pest megyében, én onnan származom. A zeneiskolában nagyon kitartóan gyakoroltam, és elég korán elhatároztam, hogy ezen a pályán szeretnék tovább tanulni. És aztán következett a Váci Zeneművészeti Szakközépiskola, és utána pedig a Pécsi Művészeti Főiskola, és aztán a Budapesti Zeneakadémia, mind a gitár szakon. Mi fogott meg ebben a hangszerben, hiszen nagyon sokféle hangszer között lehet választani? Igen, akkor még nem volt ennyire felkapott hangszer a gitár, illetve amire elsősorban használták idézővel, tehát a könnyű zenében nagyon ismert volt a gitár, de engem valahogy ez a klasszikus zenei része fogott meg, hogy valóban lehet klasszikus zenét is játszani a gitáron, tehát nem csak az akkordok meg a pengetés. Persze én is kipróbáltam ezeket, játszottam elektromos gitáron, basszus gitáron, de maradt ez a klasszikus hangszer, teljesen elvarázsolt. Szerintem egy nagyon egyedi a hangszerek között, és föltörte magát igazából. Tehát a 18. századtól kezdve vált a gitár, a mostani klasszikus gitár azzá, ami. Hát azelőtt a hangi adottságai, az akusztikai adottságai sem voltak olyanok, ami megfelelt volna akár egy koncertteremben, nagyon nehezen tudta felvenni a versenyt az akkori kultusz hangszerekkel, mint a zongorával, a hegedűvel. És akkortól kezdve születtek igazából klasszikus gitárzenei darabok. Aki zeneiskolába jár, az találkozik szerintem ott először a klasszikus darabokkal, és ez volt az, ami engem nagyon megfogott. Mennyire nehéz klasszikus zenét játszani gitáron? Vannak-e direktbe gitáraért klasszikus zenei művet, vagy saját magatoknak kell átiratokat készíteni? Vannak gitárzenei művek, nagyon sok technikai anyag van, ugyanúgy, mint más hangszereken. Tehát, ahogy említettem, a 18. század elején kezdett kibontakozni igazából, vagy felvirágozni, aztán a 19. század elején is. Ezek elsősorban a spanyol, illetve latin zeneszerzőknek, de ugyanúgy az osztrák, német területeken is tevékenykedtek zeneszerzők. Megpróbálták felfedezni a hangszernek az adottságait, mindenféle technikai gyakorlatokat dolgoztak ki, amivel intenzívebbé, gyorsabbá, virtuózabbá lehet válni. És emellett születtek átiratok is. Ugye nagyon közkedvelt voltak különben Chopin, Brahms, ezeket a műveket, és persze Bachot is, tehát rengeteg átirat született, és azóta ezeket játszok. A Bach darabok, például a Bach partitúrák, akár a hegedű, illetve a cselló szvitek átiratai, ezek mind-mind kötelező tananyagok a szakközépiskolákban, főiskolákban, tehát előírt anyag, amit játszanunk kell. Kik voltak azok a mesterek, akik vezettek a kezdeti úton, illetve hogyha jól tudom, Budapesten a Liszt Ferencen Akadémián, akkor kezdte meg működését a gitártanszak, amikor ott tanultál? Hát visszatérve a kezdetektől, az első mester a zeneiskolában, aki elindított, ő Berczel Zoltán volt, akinek nagyon sokat köszönhetek. Valóban ő is nagyon sok műfajban játszik. Egy nagyon lelkes tanár volt, és látva az én lelkesedésemet, mindenben maximálisan támogatott. A középiskola évem alatt egy nagyon meghatározó, mai napig is, Fogarasi Béla neve,
aki egy fantasztikus gitárművész, ő szintén koncertezik, játszik, tanít. A pécsi években egy fiatal tanárom volt, aki egyébként a budapesti Liszt-Ferenc Zeneakadémián tanító Ötvös József tanítványa volt, tehát egy kicsit hasonló technikával, illetve módszerrel tanítottak. Ő Vas Bence, aki szintén koncertezik, előad, átiratokat készít, tehát nagyon sokoldalú ember, és aztán a Zeneakadémián az előző évben indult el az egyetemi szak, Ötvös Józsefnek köszönhetően, aki hát nagyon nehéz volt, ugye, mert ki kellett harcolni igazából egy akadémiai tanszakot a gitárnak, és nagyon, nagyon jól működik. A latin-amerikai zenéket játszotta, és leginkább miért pont ezt? Mi fogott meg ebben a zenében? Igen, most én már abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már válogathatok a darabok közül. Igen, tehát ez az én világom igazából, a latin zene. Ez nagyon sok dél-amerikai zeneszerzőt ölel fel, Venezuelából, Chiléből, Paraguayból, Tunéziából, tehát ezt a stílust nagyon kedvelem és előszeretettel játszom. És azt gondolom, hogy a hallgatóság számára is ez, ami könnyebben emészhető és könnyebben felfogható, ez a fajta zenei stílus. Az Úr legelőször férfi embert alkotott. Ezzel teltek hosszú évek, nappalok és alkonyok. Ami szép volt, ami jó volt, mindent ebbe fektete. Ő maga is megcsodálta, mire készen lett vele? Domború mell, magas homlok, sziklát görgető karok, és a többi. Részletezni nem is nagyon akarok. Szeme, füle, lépe, mája, lába is, hogy lépne rája. Szóval, hogy így visszagondolok, csupa-csupa jó dolog. Na de közben hiba történt. Elfogyott a nyersanyag. Míg a férfi így remek lett, a szegény nő megfenek lett. A zene mellett a versmondás szintén élete középpontjában áll, klasszikus gitárjátékát Darvas Szilárd humoros verseivel stílusosan ötvözi. Ez is egy gyerekkori jövevény, ezt is igazából a nővérem részéről hoztam magammal, ő irodalomszakon végzett, tehát nagyon sokat olvastunk, és nagyon sok verset mondtunk. Eleinte ő tanítgatott engem, különböző versmondó versenyeken indultam, és aztán egy idő után már saját magamat készítettem fel ezekre a versenyekre, és most felnőttként is rendszeresen megjelenek itt-ott szavaló versenyeken. A műsorodban a gitárzene mellett Darvas Szilárd versei hallhatóak általad. Miért ő, hogyan talált erre a költőre? Darvas Szilárd egy nagyon érdekes, egy humorista, tehát én nagyon szeretem a humoros jellegű verseket, mint ahogy a közönség is. Tehát ez az igazán a zenéhez, dal, ne zenéhez tematikában, illetve hangulatban kapcsolódó versek. Darvas Szilárd a század elején ért, a 20. század elején, egy humorista, konferencié, a rádiókabaréban is tevékenykedett, és ezek a versek a nőkről szólnak. Szerettem volna egy kicsit ilyen jellegű verseket is választani, ahol a nőiességet, a nőiséget körbejárjuk. Nőként hogy lehet elmondani egy olyan nőről szóló verset, ami egy kicsit talán, hogy is fogalmazzak, fricskát dob a nőkre? Igen, van benne egy kis szurkálás is, de ez oda-vissza működik, tehát igazából a férfi felé is egy fricska, hiszen kiderül, hogy a nő nélkül nem létezik a férfi. Tehát igen, talán az egész életünk erről szól, hogy nők és férfiak közti csatározások zajlanak, és hol az egyik fél győz, hol a másik, tehát kompromisszumokat kell hozni. Lábad, ha lejárod, a hetediket itt meg nem találod. A földön van, azt csak nem vetted észre, és ezért most a hatodikon mész be. Jó, Fatime, csak most kapott észbe, hogy a földön volt az, csak nem vette észre.